Éppen az egyik paksi cégnél vizsgáznak a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégium karosszéria lakatos diákjai. Májusban és júniusban a centrum közel 600 tanulója ad tanúbizonyságot szakmai ismereteiről. Hát lehet benne találni bőven kihívást. Sok-sok műszaki tapasztalatot lehet szerezni. Ez a képzés, meg úgy az egész szakma által. Meg egyébként megvan a maga szépsége. Itt hegesztés lesz mindenképpen. Tehát egyengetés. Nyilván a vizsgamunkák előkészítése, de ugye azt már előre 70%-ban elő lehet készíteni. Azért az sokat számít, hogy nem itt kell kapkodni, hanem nyugodtan tudjuk csinálni. Nem kell sietni, de mégis beleférünk az időbe. Nagyon-nagyon jó helyen, nagyon jó környezetben. Nagyon sokat tudtam tanulni, meg nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni, amivel később a jövőben könnyebben fog boldogulni. Úgy minden téren. Mind szakmailag, mind emberileg. A feladatok több részből álltak, a gépjármű mechatronikusok közül már 7-en vizsgáztak, a technikusok közül összesen 16-an, a karosszéria lakatosok pedig 8-an mutatták be tudásukat. A vizsga nagyjából 2-3 részből áll, egy interaktív vizsgából, egy gyakorlati vizsgából, illetve vannak olyan szakmák, ahol portfóliót is készítenek a diákok. Az interaktív vizsga az iskolában történik, számítógépen keresztül. Ez a régi írásbeli vizsgának felel meg, és itt nálunk vannak a gyakorlati vizsgák. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikumban jelenleg 1200 diák tanul. Illetve nagyjából 800 felnőttel foglalkozunk még ugyanígy. Nyilván a tanévnek a záró akkordja a szakmai vizsgák, illetve az érettségi vizsgák időszaka. Most a szakmai vizsgák vannak épp a csúcsponton, az érettségi vizsgáknál ugye van egy kis szünetünk, hiszen készülünk a szóbelikre. A szakmai vizsgáknál az a 17-18 féle szakma, ami megy az iskolában, az ilyenkor jelenik meg a csúcson. Ugye az új szakmai vizsgában kétféle vizsgatevékenység van, az interaktív vizsgatevékenység, ami számítógépen, teszt formájában kerül kitöltésre, kiváltotta a korábbi írásbeli vizsgát, illetve a projektvizsga, aminek most itt éppen szemtanúi is vagyunk, az a korábbi gyakorlati szóbeli vizsgát helyettesíti. Itt a tanulók komplex módon adnak számot arról a tudásról, amit megszereztek a képzés időtartama alatt. Jelenleg ugye a karosszéria alkatos tanulók dolgoznak, ami egy 3 éves szakma, és ebből ők 2 évet duális képzőhelyen töltöttek. Ha úgy tetszik, ez egy főpróbája is annak a képzés típusnak, ami most már második éve zajlik. Már voltak ilyen vizsgáink tavaly is, de most van a legnagyobb számban ilyen vizsga. Pont azért is, mert a felnőttek is most csatlakoznak a vizsgarendhez. A mai napon is párhuzamosan még CNC programozók és hegesztők is vizsgáznak, ahol bizony felnőttek is megjelennek, ahol a cégeknek a dolgozói vesznek részt a vizsgában, a szakmaszerzésben. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy azok az igények, amik a munkaerőpiacon megjelennek, azok kielégítésre kerüljenek. Nyilván ez egy folyamatos párbeszédet jelent a munkáltatók, a kereskedelmi és iparkamara, illetve a szakképzési centrum szereplői között. Nagyon fontos az, hogy a felnövekvő nemzedék, a diákok, a tanulók is ebben érezzék azt, hogy nekik fontos szerepük van. Az a munkaerő utánpótlás, amit a piac fel szeretne szívni és igényelne, az nyilván nagy rész a szakképző intézményekben tud biztosítódni. Az Ady ebben, a Tolna megyei környezetben élen kell, hogy járjon, hiszen az a szakma kínálat és az a tanuló mennyiség és minőség, ami megjelenik az iskolában, az ezt a régiót kellene, hogy kiszolgálja. A vizsgatevékenység alól egyébként részben vagy teljesen mentesültek azok, akik szakma kiváló tanulója versenyen, vagy országos szakmai tanulmányi versenyen az első fordulóban 60%-os vagy a feletti eredményt értek el. A szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben ez összesen több mint 30 tanulónak sikerült.